első lépésként menjünk fel a Go Compete weboldalára. Jelentkezzünk be. Majd navigáljunk a letöltő központba, ahol megtaláljuk ezt a két fájlt, ami szükséges. Töltsük le először ezt a két fájlt. Na, akkor kezdjünk neki a hamacsinak a feltelepítéséhez. Először kattintsunk rá ugye az ikonra. Majd ugyebár a következő gombra. Megint a következőre, következőre. Nem alkalmazzuk ezen beállításokat. És telepítjük az általunk kiválasztott helyre. Itt jegyezném meg, hogy bár nem ajánlja föl, de hamacsi telepítése után mindenképpen indítsuk újra a rendszert. Rendszerindítás után indítsuk el a hamacsit. Majd legelső sorba kattintsunk rá erre a bekapcsolás gombra. Itt meg tudjuk adni, hogy milyen név jelenjen meg. Én hagyom ezen a néven, jó lesz ez nekem, de át lehet írni bármire. Kattintsunk a létrehozásra. Itt felajánl nekünk két lehetőséget, nekünk most a csatlakozás meglévő hálózathoz kell. Na tehát a hamacsi rendben, még egy dolgot fűznék hozzá a hamacsihoz, hogy meg kéne nyitni a hálózati központot, és itt az adapter beállításoknál, itt most a hamacsi hálózat engedélyezve van. Na tehát benne vagyunk ebbe a hálózati megosztási központba, az adapter beállításoknál, hogyha játszani akarunk majd a Windows Live-os Forma 1 2011-es játékkal, akkor a hamacsinak a hálózatát le kell tiltani. És akkor minden megy tovább. Ha meg újra játszani akarunk a hamacsival, akkor két kattintással egyszerűen engedélyezni lehet, és már is lehet megint a hamacsival játszani. Ahhoz, hogy játszhassunk a Forma 1-es játékkal, még ezzel nem fejeződött be, hogy a hamacsit beállítottuk, most meg kell ismerkednünk a TechnoGods nevezetű programmal. Itt a mappája, ezt ki kell majd tömöríteni, és ezt a mappát megnyitni. Ebből a sok fájlból nekünk egyelőre csak a Techno Helper kell, a legutolsó. Arra rákattintunk kettőt, csipog is rögtön. Hogyha játékosként akarunk csatlakozni, akkor az automatic módból a klientet kéne választanunk. És akkor ezek után
ennek minden, ennek a négy pipának működnie kell, tehát ennek mindnek zöldnek kell majd lenni. Ennek az elindítása után indítsuk el a Forma 1-es játékot. Még nem végeztünk, mert nekem most az offline profilban van, de ebből ki fogok jelentkezni. És ezek után próbáljunk meg bejelentkezni az online profilunkba. Amit csak úgy halkan megsúgom, hogy nem fog sikerülni. Csak hogy a gép érzékelje, hogy be akartunk jelentkezni. És így minden adatunk meg lesz, minden mentés. Kis várakozás után rögtön kidobta nekünk, hogy nem tud kapcsolódni, ez nem meglepő. Itt látszik, hogy offline vagyunk, tehát jó. Ebből kilépünk, nyomunk egy okét, és újra elindítjuk a játékot. Közben lehet látni, hogy itt mind a négy pipa zöldre váltott. Hogyha ez valakinek nem váltana zöldre, akkor a Start Injection-t nyomjuk meg újra, és akkor érzékelni fogja a játékot. Enélkül a négy pipa nélkül nem tudunk játszani. Ha valakinek esetleg a Registry Key... Most, hogy benne vagyunk a játékban, a multiplayer funkciót kell kiválasztani. Azon belül pedig a LAN opciót, majd a Find Session-t. Itt megtaláltuk most legalább ekkor a szerverét, viszont azt fontos hozzátenni, és külön felhívom rá a figyelmet, hogy F12-t kell nyomni, mert különben nem fog beengedni a szerverre, vagy pedig exe hibával fog kilépni. Szóval most nyomjunk neki egy refresh-t, és közben nyomjunk egy F12-t, és hangot is kell majd kiadni a programnak. Na lássuk! Working. Na, kiadta ezt a hangot, hogy working, most pedig rácsatlakozunk a szerverre. Fontos megjegyezni, hogy miután beléptünk ide, akkor is kell nyomni egy F12-t, mivel hogyha ezt nem tesszük meg, ugyanúgy exe hibával fog kilépni, mikor beloadingol a szerver. Na lássuk! Transfer complete. Nekem most jelenleg kétszer másodjára jött be a hang, szóval addig nyomkodjuk, amíg be nem jön a hang.